Szakértők szerint az egyezmény a legjobb esetben is csak befagyasztja a jelenlegi helyzetet, vagyis nem veti vissza Irán atomprogramját. Becslések szerint már most annyi dúsított uránium áll az iszlám köztársaság rendelkezésére, amiből akár több atombombát is előállíthat. Szakértők szerint a legnagyobb aggodalmat az kelti, hogy Iránt nem kényszerítették rá arra, hogy teljesen leállítsa az araki nehézvizes reaktor építését. Ez azt jelenti, hogy ha a rezsim a jövőben mégis befejezi az építkezést, akár 6 hónap leforgása alatt beindíthatják az atomfegyver előállításához szükséges plutónium előállítását. A szakemberek azt is mondják, hogy a Nyugat nem nyer azzal, hogy Irán leállítja a 20%-nál magasabbra történő urándúsítást. A helyzet ugyanis az, hogy az iszlám köztársaságban már csaknem 18 ezer urándúsító centrifugát helyeztek üzembe, vagyis rövid idő alatt bármilyen szintre képesek urániumot dúsítani. Becslések szerint egyébként jelenleg mintegy 8 tonna, 3,5-5% közöttire dúsított uránium áll Teherán rendelkezésére, ami akár 5 Hiroshima-ra ledobott atombomba előállításához elegendő. Mindehhez azokra az új típusú centrifugákra sincs Teheránnak szüksége, amelyek üzembe helyezéséről az egyezmény értelmében lemondott. Emellett súlyos aggodalomra ad okot, hogy Irán nem vállalt kötelezettséget arra, hogy felfedi az atombomba beindításához szükséges robbanó szerkezetek, valamint a célba juttatáshoz szükséges robbanófejek előállítására vonatkozó erőfeszítéseit. Teherán közben továbbra is azt állítja, hogy atomprogramja kizárólag békés célokat szolgál, vagyis a programnak nincs katonai dimenziója. Szakértők szerint azonban az ellenőrzések hiánya miatt Irán ugyanúgy meglepheti a világot, mint annak idején Észak-Korea. A sztálinista ország évekkel ezelőtt egyezményt kötött ugyan a Nyugattal atomprogramja befagyasztásáról. Mostanra azonban kiderült, valószínűleg már több plutónium alapú atombomba birtokában van.